Üdvözlöm Önöket! Ebben a dobogóban Györfi András festőművésszel beszélgetünk képeiről, életéről, világlátásáról. András itt a műtermében fogadott minket. Mindig ilyen nyitott vagy, és szívesen fogadod az embereket a műtermedben? Az emberek nagy része azt gondolja, hogy hú, milyen elefántcsonttorony tetején élünk, föl se hívjuk a művészt, mert megzavarjuk az alkotást. És szerintem egy művésznek, hogy is mondjam, ugyanolyan hétköznapi embernek kell lennie, megközelíthetőnek kell lennie, hogy az emberek, bocsánat, képeket vegyenek tőle. Hát ezért például én azt gondolom, hogy a galériáknak nagyrészt kezd leáldozni a kora, pont az internet előretörésével, hogy sokkal egyszerűbb kapcsolatot tartani a közönséggel. Így van, és hát gondold el, hogy egy művész be tud vezetni a titkaiba, hogyha őt személyesen megkeresed. És ezek a titkok, ezek az embereket nagyon érdeklik, hogy miért ezt festem, milyen vagyok, mik a bajaim, örömeim, stb. És ez a kapcsolat elvezethet oda, hogy a képek eladódnak. Hát igen, minket is ezek érdekelnek, igen. A kulisszatitkok, mi is ezért jöttünk. Igen. Egyébként szívesen beszélsz ezekről a titkokról, mert sok művész úgy van vele, hogy ő nem szereti analizálni a saját képeit, lásson bele mindenki azt, amit szeretne, indítson el asszociációkat, nem kell ezt magyarázni. Nincs ezzel semmi baj. Tehát mind a két dolgot elfogadom, hogy a művészek egy része távol tartja magát ettől a dologtól. Én meg azt gondolom, hogy ez a fajta művészet, amit én csinálok, ez pontosan azért jó vagy fontos, hogy elindít bennetek valamit, hogy valami régi emléket, egy könyvet, egy filmélményt, vagy egy mesét a gyerekkorodból, és onnantól kezdve az, hogy én ezt minek nevezem, az szinte mindegy. Attól válik a tieddé, most macskakörömmel, hogy közel érzed magad hozzá. Miért járunk a múzeumokba? Miért járunk a Prádóba, Uffizibe, Louvre-ba? Mert azok a művészek, azok pontosan ugyanazokat a történeteket mesélik, amik a génjeinkben vannak, vagy amiket a filmekből, vagy a könyvekből ismerünk. Most mondhatnám azért, hogy miért nem járunk a műcsarnokba, mert ott meg valami egészen más történik, amitől úgy távol áll a nagy közönség. És most nem akarom a kollégákat, legalábbis a kollégák azon részét bántani, de van köztünk egyfajta kellemes vita, hogy mi a művészet lényege. A művészet lényege a nyitottság, a művészet lényege az, hogy a wow szót ejtsd ki a szádon, és nem az, hogy ráncolod a homlokodat, hogy mi a fenét nézel. Akkor gondolom, egy picit belemehetünk így az analizálásba, és elmondhatom, hogy nekem milyen benyomásaim voltak elsőre. Hát ha rossz, kivágjuk. rossz benyomásom nem volt. De egyébként a rosszat is el szoktam viselni. Tehát azt gondolom, hogy mert mi a rossz? Tehát ez egy nézőpont kérdése. Nagyon szubjektív. Igen, mert de aztán ne felejtsd el, hogy mit akartam mondani, mert én azt gondolom, hogy ha én nem csak kiadó vagyok, már úgy értsd a kiadót, hogy kiadom magamból, ami bent van, hanem befogadó. És a befogadó értelemszerűen lehet egy negatív dolog is, vagy egy negatív hozzászólás, hogy most a Facebook nyelvén éljünk, vagy használjuk. Abból is kell építkezni, abból is el lehet indítani egy újabb gondolatot, ami az enyém lesz, és amit újra elétek tárok. De akkor mondjad, hogy mit gondoltam. Igen, nekem első ránézésre mesevilágot idéznek a képeid, és az a nagyon érdekes bennük, hogy mintha egy teljes univerzum lenne, tehát valahogy mindegyik összefügg, mint hogyha ez tényleg egy nagyon régóta érlelődő, talán benned lévő világ, amiket a képeken látunk. A világ az
Szoktam volt mondani, hogy ez az én világom, de ebbe szabad bejárásotok van. Valamikor a gyerekkoromban belém ívódott ez a kicsit reneszánsz, kicsit középkori, kicsit a barokk, lovakkor, ez a kicsit romantikus világ, és én ebben nem nagyon akarok kikeveredni, de nem is gondolom, hogy ebből ki kell. Sőt, úgy érzem, hogy a mai világ pontosan ebben nyom engem bele. Azt szoktam mondani, hogy egy talán sosem volt, de nagyon ismerős világba. Mert értelemszerűen az, amit én megfestek, az csak az én fejemben van, és valószínűleg, ha visszamennék 300-400 évet, akkor ilyen nem volt, csak mi ezt így képzeljük. És vagy én ezt így képzelem, és így láttatom veletek. A mese szó nem feltétlenül gyerekeknek való, hiszen ha belegondolsz, azért itt a testiség, az erőszak, a rossz értelembe vett furcsaság is megtalálható a képeken. De ennek az egésznek az elegye adja azt a szerintem bájt, ami vonzóvá teheti ez a fajta művészet. Nem vagyok egyedül egyébként ezzel a világgal, számtalan orosz, olasz, spanyol művészszel tartom a kapcsolatot, akik hasonlóan gondolkodnak erről az egészről, hogy létrehozunk egy saját szeretett univerzumot, amiben jó elkalandozni, jó ott lenni, és ez egy kicsit menekülés is a mai terrorral, sok mindennel megspékelt, szürkeséggel megspékelt világból. És egyébként magadat is felfested ezekre a képekre, mint kalandor? Nagyjából én vagyok ez a fickó itt a képeken, legalábbis a férfiak. Mondanám azt, hogy kezdetekben azt találtam ki, hogy magamat ugye így kigúnyolom, Cyranóval élve, másokat nem bántanék, de aztán egyre több szereplő lett, ugye az életem halad, egyre több embert ismerek meg, akiknek a karaktereit azért én belefestem. Tudod, a művészek néha kiraknak vendégkönyveket a kiállításaikon, és akkor beleírnak az emberek, és volt például olyan, hogy olyan beírás, hogy tisztelt művész úr, honnan ismeri az én álmaimat? És mondtam, hogy én nem ismerem az álmokat, csak valószínűleg ugyanazokkal a gyökerekkel, génekkel rendelkezünk, már értsd azt, hogy ugyanazokat a meséket, történeteket halljuk, ugyanazokat a filmeket nézzük, vagy legalábbis hasonlóakat, és akkor ez elindul egyfajta vízióvá a fejben, amit én kifestek, ő meg álmodja. Eszembe jutott egy képed, a Piroska és a Halkas, ha jól igen, mondom. Fura név, igen, és szóvicceim egyike. Igen, most a mesékről beugrott, és ugyanakkor pedig beugrott az is, hogy vannak ilyen visszatérő szimbólumok a képeiden, például a hal is. A hal, a ló, illetve ezek a piros paradicsomok. Egy egész kis jelképrendszer van, ami nem úgy vett, hogy tudatos. Az valószínűleg úgy kezdett kialakulni bennem, és utólag van belemagyarázva ez a jelkép. De ha nagyon megkaparjuk, a hal például egy ősi viszonygásomból van, hogy gyerekkoromban én nem szerettem megérinteni, látni a tengerben úszva, találkozni egy hallal. Akkor az valamiféle veszélyt jelképez számodra? Veszély, illetve egy titokzatos csendesség. Ugye a hal nem beszél, és én akkor ez már tudatos volt a részemről, amikor két ember közé odaraktam a halat, akkor az a kommunikáció hiányát jelképezte az adott képen belül, tehát ott lehetett olyan címet adni, ami erre utal. A ló az termetemnél fogva, ugye majdnem 2 méter vagyok, kevesebbet, vagy olyan nagy lovat még nem találtak, amin én kényelmesen üljek, de azért fiatal koromban nem azt mondom, hogy rendszeresen, de volt szerencsém lovagolni, és én nagyon megszerettem ezt az állatot, és egyfajta szabadság
szimbóluma van a képeimnek, tehát a rohanás, a féktelen, gátak, kerítések nélküli világot jelképezi nálam a ló. A paradicsom meg, amit jól látsz, mert én paradicsomnak hívom, pontosan ennek a világnak a éden kertesítése. Nekem egyébként olyasmi érzésem volt, hogy ez valamiféle áhított dolog, azért ez a paradicsom. Sokszor a lovas a dárdájával, amin piros szallag lengedez, a paradicsom felé szúr. Tehát, hogy mintha tartana a paradicsom felé. Hát, vagy elkapta, vagy megszerezte. Uh-huh. Biztos, hogy játszok én ezzel a gömbbel, mert egy rendkívül jól kezelhető történet ez, hogy most elkapod, elvesztetted, megszerezted, kergeted. Tehát rengeteg ilyen szituációt lehet ezzel a lovassal és ezzel a gömbbel összerakni. És ezek mind segítik ennek a világnak az építését, hiszen ez egy hogy is mondjam, nem egy diadalmenet a festészet egy önmaga nem egy diadalmenet, vagy legalábbis az eleje nem egy diadalmenet, hanem ez egy kemény küzdelem, ami ezt a világot építi. Az éppen aktuális állapotod, ahogyan te érzed magad, az rákerül a képekre is? Tehát ezek mondhatjuk, hogy ilyen aktuális állapotok, amik így szimbolikusan Mindenképpen feladatok vannak az életünkben, ugye, mint minden ember életében, egy festő életében is, bár a festő általában önmaga csinálja a feladatokat, kivétel persze az, hogyha megrendeléseket kap, de az nem én vagyok. Hát illetve bocsánat, van egy ilyen belső késztetés, van, nem az alkotásra? Így van. Én ugyanolyan befogadó a világ dolgai, szörnyűségei vagy szépségei iránt befogadó ember vagyok, mint bárki más. Talán még jobban, mert ugye azt szokták mondani, hogy a művészek érzékenyebbek ezekre a dolgokra, vagy az átlag, most bocsánat a szóért, az átlag ember az nem tudja önmagából kiadni azokat, max. Többet iszik, vagy berekszik, vagy bármi. Mi nekünk itt van ez a csoda, hogy kifestjük magunkból azokat a problémákat, vagy örömeket, amik adódnak az életünkben. És mikor jöttél rá, vagy mikor érezted úgy először, hogy neked ez egy nagyon jó eszköz? Hát egészen fiatalon. Ez anyám elmondásai szerint 3-4 éves korom óta én órákat töltöttem a kis asztalomnál, és rajzoltam a kezdetben ugye a kis rajzokat filccel, ugye abban az időben a gyerekeknek egy különleges lehetősége volt, ha külföldi rokona volt, hogy küldött ilyen 24 színes filckészletet, és nekem amerikai nagybácsim volt, aki azóta is lelkes támogatója az én művészeti eszközeimnek, és hát csodálatos készleteket kaptam, és abban értelemszerűen előnyben voltam a többi társamnál. És már akkor látszott, hogy ezért ebből egy picit több lesz, mint hobbi rajzolgatás? Igen. Hát ez a abban a 70-es, 80-as években, amikor én diák voltam, vagy kisiskolás, akkor jellemző volt a rengeteg külföldi, illetve magyarországi pályázat. Nem versenynek mondanám, hiszen ez nem verseny, nem ugrottunk, nem lőttünk gólokat, hanem elküldtük a rajzainkat. És akkor én ezt rendszeresen megnyertem, vagy legalábbis benne voltam ott a díjazottak között. És hát ugye senki fia, borja, semmilyen nem voltam, ugye a világ különböző pontjaira, hanem egy rajz voltam a masszából, vagy egy gyerek a masszából, és valahogy ezt kilátták azok az ítészek, hogy tehetséges vagyok, vagy jobban rajzolok, és ezt díjazták. És egyébként a közvetlen környezetedben is volt olyan festőművész, aki esetleg úgy a pártfogásába tudott venni?
Rengeteg, ugye én Kaposváron éltem, vagy születtem, és 16 éves koromig ott éltem. És az édesapám, aki egy beruházási vállalat igazgatója volt, ő neki a szakmájához tartozott, hogy a éppen elkészült kórházakba, irodaházakba, amiket ők építettek, kortárs műalkotásokat vásárolhatott, és ezáltal eljárt műtermekbe, környező általában ugye somogyi művészeket látogatott végig, és hát Andrist is elvitte magával, és akkor én ott nagyon sok jó művészt, tehetséges, szegény művészt, vagy dúsgazdag művészt találkozhattam. Hát épp a napokban volt egy visszaemlékező kiállítása Bors Istvánnak, Honti Mártának, ők hozzájuk rendszeresen látogattunk el apámmal, illetve által mindenki által ismert Szász Endre, aki apám gyerekkori cimborája volt és barátja. Ő volt ugye a top, és akkor ő nála is el lehetett ücsörögni és nézni, ahogy ő dolgozik. És hát azért ezek egy gyereket rendkívül módon inspirálnak, és az amúgy is az élete részét képező rajzot még jobban lendíti. És a szüleid ezt nyugalommal figyelték, hogy majd kinövi, vagy azért próbáltak téged presszionálni valamilyen gyakorlatiasabb pálya felé? Mindig azt mondtam, hogy a szüleim rendkívül okosak voltak, két okból. Két okból rettenetesen dicsértek. És a dicséret az egy gyereknél az pontosan arról azt eredményezi, hogy önbizalma lesz abban, amit csinál. A másik véglet pedig az, hogy ezt a fajta igencsak, hogy is mondjam ezt, borotva élen táncoló szakmát, ami lehet a siker és a sikertelenség között egy nagyon vékony hajszál van. Ezt alátámasztották azzal, hogy engem elküldtek az egyetemre, illetve főiskolára építésznek, és amondán azt, ugye, hogy na majd ott rajzolsz, meg majd eldől, meg majd ha elvégzed, akkor azt csinálsz, amit akarsz. És akkor én elvégeztem ezt a építészkart, és dolgoztam is egy pár hónapot, talán egy évet a középülettervező vállalatnál, ami hát nem volt a szívem csücske. És akkor pont a rendszerváltás első évében kerültem én a köztibe, és utána ez nagyon egyszerű volt ott hagyni, és azt mondani, hogy én inkább festek, rajzolok, és hát ezt egy nagyon kellemes, kedves történettel tudom alátámasztani, hogy elmentem akkor egyeduralkodónak számító Móra könyvkiadóba, hogy én bemutassam a rajzaimat, és tetszettek, és mondtam, hogy szeretnék munkát, meg hogy tudom. De akkor én még közt is voltam, és mondta Csétót János igazgató, hogy András, nagyon-nagyon jó, itt van egy könyv, holnapra legyen kész, 13 rajz. És másnapra megjelentem, elfogadta, tetszett, mentem a pénztárhoz, és kifizették az akkori fizetésem háromszorosát, és én azzal a lendülettel beadtam a felmondásomat, mert matematikában akkor is jó voltam, hogy egy éjszaka keresek három havi fizetést. Nem kell nagy összegekre gondolni, abban az időben ugye 4200 forintos fizetése volt egy építésznek, és 13-at kaptam a rajzokért. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, és azóta ebből élek. Akkor tulajdonképpen sikerpályának könyvelheted el, nem? Azt, ahova most jutottál. Igen. És amikor utána olvasgattam picit, akkor találtam adatokat arra, hogy tulajdonképpen külföldön is mondhatjuk, hogy elismert művész vagy. Nem tudom, mennyire ismert, de ugye több kiállításod is volt. Rengeteg helyre el lehet menni kiállítani. A világ számtalan pontján voltam, Los Angeles-től Pekingig, és mondhatnám azt, hogy ismert festő vagyok. De ha elmennél Los Angelesbe vagy Pekingbe, és ott 100 embert megkérdezni, hogy ismeri a György Ferenc, valószínűleg egy sem mondaná, vagy azt mondaná, hogy tehát kiről beszélünk. De gondolom van azért egy szűk kör, ami követi úgy a pályádat, hogy éppen igen, merre jársz. Igen, szerintem igen. Én azt gondolom, hogy minden festőnek a saját hazájába kellene profétának lenni. Tehát én
Bármilyen kiállítást csinálok a világ különböző pontjain, én azzal hazaüzenek, tehát ideüzenek. Pontosan azért csinálom ezeket, hogy itthon ismertebb legyek. És ez működik. Tehát azért nyitok Horvátországban egy galériát, mert ott jobban szeretek élni, meg kellemesebb az életem a tengerparton, de azzal itthon ismertebbé válok, hogy én ott élek. Ez egy nagyon érdekes, ha érted, hogy mire gondolok ezzel, hogy pontosan azt csinálom, mint a régi mesterek, hogy elmegyek világgá, viszem a hírt, hogy magyar festőként kóborlok a világ különböző pontjain, és aztán hazajövök, és azzal a tudással, azzal a ismertséggel megélek itthon. Tehát ez valahogy így működik. Modernkori kalandor vagy. Nem csak a képeiden fested magad ilyen kalandornak, lovagnak, hanem tulajdonképpen te is élsz minden lehetőséggel, ami adódik. Mindig is azt mondtam, hogy menni kell. Menni kell, mert ezzel új világokat ismersz meg, új dolgokat tudsz beleépíteni a művészetedbe, új embereket, új lehetőségeket kapsz az élettől, és hát nekem ez bevált. Aki ezt nem teszi meg, az értelemszerűen ott marad abba a kis közegben, amiben lehet, hogy ő nagyon jó, csak nem kap új impulzust. Én meg erre tettem föl, és valóban, ha kalandor, a kalandorságnak a pozitív kicsengését, tehát én nem aranyásónak megyek el Alaszkába, hanem festőnek Kaliforniába, tehát ez... Élményeket, tapasztalatokat, igen, inkább ezt bányászom ki a világ szerencsésebb felén. Beszéljünk egy picit a munkamódszeredről is, mert te arról is híres vagy, hogy nagyon gyorsan dolgozol egy-egy képpel. Ennek mi az oka? Ez ilyen belső késztetés, vagy azért van gyakorlati szempont is, ami ezt igényli? Mind a kettő van. A belső kényszer az, hogy rendkívül izgatott vagyok. Tehát ez egy felfokozott tudati állapot, amikor elkezdek dolgozni. Nem is dolgozok minden nap, mert egyrészt ez fizikálisan rendkívül megterhelő az a néhány óra, amikor én készen állok egy képre, és akkor gyorsan meg is csinálom ezt. A másik része ugye a technikai kérdés, ami ebből a visszatörléses technikából adódik, hogy nekem pár órán van a száradás, az olajfesték száradásának a határideje durván 4-5 óra, ez alatt nekem be kell fejezni azt a képet, mert attól válik, a technikámból adódóan az intervallum az, amikor én kialakítom a képet. Utána már csak masszatolás van, vagy sírás, hogy úristen, valami beszáradt, és hát annál rosszabb nincs, amikor egy képet kvázi kidobunk, vagy legalábbis újra le kell alapozni, mert ott eltűnt az ötlet. Itt a műteremben is van egy-két kép, ami alatt van egy másik festmény, mert vagy nem tetszett, vagy valami bajom volt vele, és inkább átfestettem. A régebbi képeim néha ilyen sorsra jutnak, mert valahogy szégyellem azt a régebbi 10-15-20 évvel ezelőtti időszakot, és akkor a megsemmisítés ilyen útjára. Mit szégyelsz benne? Magát, azt az időszakot, vagy a képet? Egy művésznél azért vannak ilyen problémák, hogy olyan alulról indulunk el, tehát egy művész 20 évesen vagy 25 évesen messze van attól, ami 50-60 évesen megadatik neki. És ebből kifolyólag vannak gyerekcipők, amiket nem nagyon szeretsz nézegetni. Most nem átvitt értelemben mondom, hanem... És ezeknél úgy vagyok, hogy fogom a fejem, hogy úristen, és ezt még valaki megvette. Tehát érted, hogy... Vagy lehet, hogy éppen azért van itt, mert annyira rossz a műterem sarkában, hogy már senkinek nem kell, és akkor én úgy döntök, hogy átfestem. És egyébként hol látod a képeidet 50-100 év múlva, vagy hol szeretnéd látni őket? Nagyon jó a kérdés. A gyerekeimet tanítom arra, hogy ez egy mekkora érték. És nem csak most, hanem majd, és nem is feltétlenül financiálisan ez az érték, bár abban sem gondolom, hogy bárki kivetni valót talál. Jó lenne majd egy olyan ház, kúria,
kastély, vagy bármi, ahol az én képeim vannak, és akkor ott egy gyűjtem. Igen, múzeum. Én múzeumnak festek. Most, hogy így körbenéztek, én a majdani Györfi Múzeumnak festem ezeket a nagy képeket. Azért is jöttem ide ebbe a műterembe, hogy ezeket a nagyméretű képeket, még nagyobbakat akarok megfesteni, amit méreténél fogva nem tudnak az emberek hazavinni, hanem ezek megmaradjanak a gyerekeimnek, és majd egyszer ezt mutogassák. Ebben nincs semmi baj. Amerikában számtalan ilyen nálam fiatalabb kollega már a halála utánra fest, ami abból áll, hogy őrületes méreteket, amit aztán soha senki nem fog megvenni. Közelmúltban megjelent Öt jó krimi címmel egy, hát krimi regényed, krimi, igen. Krimi sorozat. Az írás az valami olyasmi neked, ami plusz késztetés a festés mellett, tehát ez később jött, hogy a festés már valamiben nem volt elég, vagy kellett valami plusz kifejező eszköz? Én sose voltam irodalmár. Irodalom tanára Margit néni szerintem forog a sírjában, hogy én írok, vagy nem gondolta volna, hogy idáig jutok. Viszont legalább 8-10 éve ilyen fantáziáltam azon, és a feleségemnek említettem mindig, hogy egy kis tengerparti lakás, és ott nyomogatom az írógépet, néha festek. Tehát volt bennem egy olyan, hogy azokat a képeket, amiket nem tudok megfesteni, azokat megírom. És akkor ez tett, követte, tehát elindult ez a fajta élet néhány évvel ezelőtt. Ugye először mai szóval blogolok a Facebookon, blogoltam a Facebookon, és akkor ott kis egyperceseket írtam a napi visszaemlékezések, történések, mi történik velünk a tengerparton. És aztán jött másfél évvel ezelőtt ez a krimi sztori, ami tulajdonképpen velem történt, tehát nem megöltek, hanem én elképzeltem, hogy eljutok egy szomszéd kisvárosban, ahol csak azért kell átvinnem a képeimet, hogy ott fejbe vágjanak. És ebből indult el egy olyan gondolat, hogy valaki ebben ahol nyaranta érünk Rovinjban, ebben a tengerparti kis isztriai városban, valaki festőket öl, és akkor én vagyok a nyomozó, aki ezt kideríti, mert valahol mindig volt bennem egy ilyen igazság, ugye hát Don Quixote, igazság lovagja, aki igazságot tesz, és hajtja a gonoszt. Tulajdonképpen megint ott tartunk, hogy egy modern kori lovag. Így van, megint ott tartunk, hogy ez a fajta ember, ez a főhősöm, egy ilyen igazság bajnoka próbál lenni, még talán sikerül is neki. Egy dolog nem sikerül neki, hogy én őt festőnek képzeltem, tehát hogy ő festő szeretne lenni, de ez semmiképpen nem sikerül neki. Nem árulom el a könyvnek a végkimenetelét, de hogy ez az ő nagy küzdelme, hogy ő rendőrnek már nem, már elege volt, és a festői pálya az, ami vonzza. Neked úgyhogy mi ez a nagy küzdelem az életedben? A nagy küzdelem mi az életemben? Mindig találsz. Szerintem az én legnagyobb, igen, volt egy mesterem, mindig azt mondta, hogy az ő nagy küzdelme az, hogy hát ha a következő kép jó lesz. Én úgy vagyok ezzel, hogy ez egy nagyon szimpatikus, és nagyon szerettem ezt a mondást, nagyon sokáig használtam, de azért ez nem egy, hogy is mondjam, nem egy pozitív hozzáállás a művészethez. Küzdök a társadalmi butaság ellen. Vagy ezt érzem egy nagy és belső küzdelemnek, hogy ezt hogyan viseled el. A kulturálatlanság ellen, ami léptennyomon szembe jön. Amikor egy kiállítást megcsinálok, és mondjuk arra nagyon kevesen jönnek el, most nem csak az enyémre, de bárkiére, vagy egy színházira, vagy egy koncertre kevesen jönnek el, akkor azt látod, hogy ez a kulturálatlan világ, ebben benne vagyunk. Ez nem majd lesz, ez már itt van. Amikor
vasárnap százezrek mennek a Tesco áruházban, és a múzeumban meg 17-en, akkor milyen világ? Nem a kultúra világát éljük. Tehát érted? Tehát itt vagyok én bajba. És itt vagyunk mi festők, ezek a kis konkvisztádorok, akik próbálják ezt a világot meghódítani, és adjuk, és nem csak a festők, a színészek, a zenészek, az írók, költők, stb., akik építgetik azt a világot, ami pont ennek a opozitja, tehát az ellenkezője. És mi a következő terved arra, hogy meghódítsd a közönséget? Hol lehet látni legközelebb a képeidet? Hát amit láttok itt mögöttem is, ezt a fura szemes fazont, ami a napokban készült el, Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatójának volt egy ötlete, illetve Snell Ádám barátomnak, aki ugye nemzeti színésze, és nekem 25 éve a kedves barátom, hogy a márciusi Egri Csillagok premier kapcsán legyen nekem egy Egri Csillagok kiállításom, hiszen az Egri Csillagok is ugyanaz a világ, amit én festek. Ez most el van tolva márciusra, különböző okok miatt. Szeptemberre, igen. De a képek elkészültek, vagy legalábbis egy része ennek. Ebben vagyok még benne, most egy kicsit zavarba is vagyok, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly projekt volt az életemben az elmúlt egy-másfél hónapban, és most úgy el kell engedjem, és valami újat kell találjak, ami izgat. Még lehet, hogy egy-két kép készül, mert hely lenne a Nemzetiben erre. És egyébként jól látszik a mögötted lévő képen is, de azért megkérdezem, hogy lehet úgy az Egri Csillagokat megfesteni, hogy tulajdonképpen ne a könyv illusztrálása legyen. Egyébként 2000-ben volt szerencsém egy nagyon szép Egri Csillagokat illusztrálni, amit már nem is lehet kapni, tehát folyamatosan keresem, hogy visszavásároljak pár könyvet, de nekem is csak egy van. Tehát volt szerencsém a klasszikus illusztrációt elkészíteni, nekem meg inkább az izgat, hogy ebbe a világba, amit én festek, hogyan lehet beültetni ezt az Egri Csillagok sztorit, ami nem egy megrögzött már az emberek agyában ott ülő figura történet halmaz, hanem a Györffy András által elképzelt Egri Csillagok feeling, és szerintem jól haladok e felé, hogy a furcsa kérdéseket tegyék fel a tárlaton. Tehát azt, hogy aha, ez érdekes. Tehát amikor arra mondják, hogy érdekes, akkor az lehet jó vagy rossz. Én meg szeretem ezt a szót, mert akkor valami olyan van, ami nem egyértelmű. A festőnek olyat kell csinálni, ami nem egyértelmű, ami kérdéseket tesz fel, amire mindenki megtalálja a maga válaszát. De a kérdést azt én teszem fel a képemmel. Ezt kell elérni.